Üdvözöllek titeket a Neumann János 11C osztályában. Egy átlagos nap, átlagos diákokkal. Egy kivételével. Ő itt Benedek. Lehet kívülről tök átlagosnak néz ki a fickó, de belülről, hát belülről az már egy más téma. Talán, ha nem lenne, egy ekkora szerencsejáték függő. Neki már elég ez a szar indiai knock-off online kaszinó játék is. Na mindegy. A lényeg, hogy Benedek egy hülye, és ne legyetek olyanok, mint Benedek. Inkább megyek is, mielőtt a végén még azt hiszi, hogy skizofrén. Bocsi, Bálint. Kérés, lehetne? 10-est tudnál adni? Tudom, hogy a múltkor is kérem, de esküszöm, visszaadom. Holnap hozok neked 12 000-et. Múltkor is ezt mondtad, azóta se láttam a pénzemet. Akkor azt is visszahozom holnap neked, esküszöm. Jó, de ez az utolsó. Jó, köszönöm. Isten áldja a jó lelkedet. Tessék. Köszönöm. Hallod, Benni, jössz ki velünk? Dehogy, mert dolgom van, el kell intézni neki dolgot. Most nem tudom, bocsánat. Jó, de most én viszont időben, mert fizikálnál ő meg a dolgozatot fogunk írni. Úgyis visszaérek. Mindig visszaérek. Hát jó. Most még ebédszünet után is késel. Dolgom volt. Hol jártál? Hát az tudod, hogy dolgozat van. Igen. Na. Gyorsan kimelt még a mosdóba. Mosdóba? Ilyenkor? Na, igen. Egy perc. Igen. Már itt is vagy. Telefont leteszed? Nocsak. Ismét kóborol öcskösünk. Meg se lepődök már. Vajon tudja, hogy keresi őt valaki? Jó Isten gáj! Őszintén, még én sem gondoltam volna, hogy ez fog történni. Vizsi! Komoly! Én nem tudom, mi baja van Vizsével. Tökre fain, nem? Hallottad, hogy van hozzá a Filipa? Nem, mert ára is van. Na. Szép volt a földjét. Tudnál segíteni nekem valamiben? Nézd, anyám, megint szégyent hoz rá. Édesem, mint többet. Szép napot. Egy italt lehet föld? Vaj, édesem. Na, megkaptam magát. Végre valami értelmes. Elnézést, szabad egy körre? Attól függ. Mennyit tudsz feltenni? Sokat. Bye,
menni? Jászmin! Na, várjál, mesélnem kell gyorsan, gyere! Azért vagyok itt, hogy segítsek neked. A múltban vagyunk, pontosabban az 1960-as években. Az ajtó mögött a kor leghírhettebb játékosa van. Ellene senki sem mer nyerni. Hogy érted azt, hogy nem mernek nyerni ellene? Nézd, megmondtam többet, ide nem jövünk. Nézd, nemrég ő próbált ellene nyerni, de nézd meg, mi lett vele. Bolondok házába került. Hiszi a piszi, még azt se hiszi. Én nem tudom, ki ez, de szerintem nem is akarom tudni. Szóljatok, ha megverte Benit. Hát, ha akkor békésebbnek fog tűnni. Szóval ez nem a budi, igaz? Yeah, Spider-Man and freezing full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dave? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, take it down. Girl, I must warn you. I sense something strange. Okay, I'll tell you that. Fú, ez közel volt. De még nem írd el magad, nézd, ott lesz a kiút. De zárva van. De hát kell hozzá egy jelszó. Komoly. Oh, man! Na, hajrá, gyerünk! Mondjál, mi a rokkert? Tedd magad üresbe, mert rohúztam, sok hiszen állok. Megjött a pártok, szétkenem a szát, gyújtom a vinnit rátok. De te rengél a bokettet magad, ugye? Szerintem elég, már kinyílt az ajtó. Jászmin, te nem jössz? Hogy már mondtam, csak segíteni jöttem, most már minden rajtad áll. Jó, akkor csátesú. Hát ez aztán kaland. Bár szerintem nem sokat érünk vele. Ha emberünk, még mindig olyan, amilyen. Mondjuk őt nézve, lehet ő már inkább ilyen semmilyen. Megint ez a földön ébredek, nem hiszem el! Benikém, hogy beszélsz? Úriember ilyen kifejezéseket nem használ. Kultúrhelyen így nem beszélünk. Sajnos ezt nem tudom elfogadni. Tünde néni, maga mit keresi? Hol vagyok már megint? Várjunk csak. Maga volt az, mint végig. Ilyen helyekre hozott engem? Nem én voltam, Benikém. Gyere csak, én megmutatom neked, hogy mi lesz belőle, hogyha így folytatod. Mégis miről beszél? Tippelj, Benikém, miért nyerhettél te a nagy játékos ellen? Hiszen ismered a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, hiszen ezek a tulajdonságok a családodban öröklődnek generációkon keresztül. Na várjunk. Szóval azt tetszik mondani, hogy én a nagy játékos leszármazottja vagyok? Akkor miért kéne attól félnem, hogy milyen úton haladok? Hiszen ő gazdag, megvan mindene. Benikém, még most sem érted. Most a jövőben vagyunk, de nem abban a jövőben, amit te elképzelsz. Hogyha egy picikét itt jobban körbenéznél, akkor már is láthatnád, hogy mi vár rád. Emlékszel, hogy mit tanultunk? Mi is volt Ivan Illichnek az óra lánc? Nézd csak, tanárni, ott egy csöves! De ez az én vagyok! Állj, kis mókus! Még nem hallottál a pillangó hatásról? Sosem? De ez nem lehet! Jaj, de hideg van. És én még azt hittem, hogy ez a csávó már rosszabb paszban nem is lehet. De tévedtem. Szégyen, drágasság. Hol vannak a barátaim? A vagyonom? Benikém, a függőséged romlásba döntött. Én csak azért vagyok itt, hogy rámutassak erre. A többi már rajtad áll. De tanárnő! Na, Benny, jót aludtál? Na, sorol csak fel akkor nekem a mérleg főbb csoportjait. Tanárnő, megint hol vagyok? Mi az, hogy már megint hol vagy?
Na, gyerünk csak szépen dogát írni, már így is késtél az óráról. Elnézést, már el kell mennem. Ígérem, megmagyarázom. And I wish, and I wish, and I wish, and I wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that I live. Na, mi lesz, már jössz ki velünk? Igen, mindjárt megyek. Na, ilyenkor mondják azt, hogy minden jó, ha a vége jó. Bár én örültem volna egy kis minden jó, ha a vége rossznak, fajta sztorinak is, de be kell vallanom, hogy kezd rám mászni ez a csávó. Mostalán lehettek egy kicsit olyanok, mint Benedek. Egy napra. Végre valami értelmes. Beni! Beni! Jó. Nem van. Majdnem leköptem a telefonot. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and